mind arany, fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Nos, kérem szépen... Színe Miklós. Az megvan, de születésnaposunk ő, vagy milyen az, mi az apropó? Uh, igen, szerintem. De akkor nem volt a listánkban. Akkor nem tudom akkor elrontottuk. Akkor Mindegy. valamit elrontottam, de hogy... Akkor is Szinetár Miklós de legvább, megnézem, ameddig elmondod, akkor öh, Idézni. Öh. egyébként Stimmel már meg is nyitottam február 8-a, uh -huh. úgyhogy köszöntjük innen, nagy szeretettel elmaradtam is a műsor elején. Uh, Rá, és hát 90 éves. Igen, Azt igen, a betyár igen, mindenit. Akkor Na, az elején hibáztunk, most viszont. Igen, képítunk. így van, de most meg szépítettünk. Szóval tőle idézünk, azt mondta egy alkalommal, hogy jövedelmező az olajipar, a fegyvergyártás, de a legjövedelmezőbb a hülyeségipar. Hát, ez sajnos ezzel egyet kell érteni, Nem tudom, mert... mikori a, a mondás, de hát, hogy... de mindig azt lehetett, hogy a nagy tömegével értés, vagy abban az iporágban lehetett nagy tömegben értékesíteni a bármit, úgyhogy ez szerintem helytálló a mai napig. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Azt mondja, a bankdíler írt nekünk, hogy még az előbb is egyébként a, a, a ügyben, vagy feltéve, ha akarom a Google Pay-t használni, ha bízok benne. Inkább a bankban bízok, írja a bankdíler, persze. Az e-mail címet ki kell nyitni, ott látszik. Mm. Mit kell kinyitni? A, az e-mail címet, hogyha ott fönt megnézed. Hát jó esetben látszik, ugye erre mondta Péter az, hogy vannak a gagyi e-mail címek, és ott lehet, hogy látszik az, hogy, hogy nem az eredeti hanem valami. Ja, ez már a csalásos. A, 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 a csalásos igen, csalásos. Igen, igen, igen a, a jó, jó. Google FPP-es fizetős dolognak. Hát jó esetben látszik, a rosszabbikban nem, és akkor van az, hogy érdemes elballagni. akkor De ugye a, az ez, ez csak k, Két külön is. dolog, ugye a Google Pay-el, hogyha mobillal fizetek. Igen, csak valahol, én ilyen az a... tömegében, vagy, vagy egybe, egy... Bődül. Az teljesen biztonságos, arról pont beszéltünk, hogy nagyon fontos, hogy Igen. ott uh, nem tudják leolvasni, lenézni, és semmi uh, adatot a, a kártyánkról nem kérhetik. Ahogy el is kérik, hát most miért kérnék el, tehát te érinted oda, uh, ellenben a az interneten, internetes fizetéseknél, a bármivel, akkor meg mindegy, hogy most te kártya formát, vagy egyáltalán a kártya hogyan adod meg, ott merülte fel a csalás lehetősége, igen. Aztán, ja, ja, és még a küldött nekünk útinfót a bankdiller, hogy a Hungária a az ülői út felé lépésben aztán uh, írja egy hallgató, hogy srácok, van valami érdekeltségetek a Revolutnál? Körülbelül minden második mondatban. Engem tényleg nem zavar, de van Wise Wire Transfer is, akinek az van, zárójel én, kicsit rosszul esik, hogy kimarad a fejlett csoportjából. Hát valami Hát ugye a a Revolut, most... Ugye... Itt igen, beszéltünk a vályázásokkal is. Igen. Egyébként csak ők mondjuk pont ebben a műfajban, tehát pont a bankkártya, Uh, ugye jóval kevesebb magyar Tehát a, Miután a revolút sokszorosa, nyilván igen. A VICE kártya majdnem ugyanazt tudja, kicsit másak a feltételei, meg szoktuk említeni, de miután a revolút sokkal, sokkal nagyobb, és az hozta a, a bőven több mint félmillió magyarnak már van, ezért, hogyha meg kell említeni valakit ebből a műfajból, akkor őt szoktuk, de ez nem kicsinyíti a VICE-nak az érdemeit. Kártyában sokkal kisebb ellenben, a nemzetközi utalásokban viszont abszolút verhetetlen továbbra is. Meg azért is szoktunk velük beszélgetni, mert egy nagy központot üzemeltetnek itt Budapesten, és érdekes dolgokat fejlesztenek, úgyhogy, erről, úgyhogy igen, erről ennyit. Aztán jött egy ilyen, hogy szeretjük a teljes integráltságot, ezúton boldogan dugjuk bele a fejünket abba a hudokba, hogy bárhol, bármikor apró összegű Google és harapott alma szolgáltatások aljasan lopakodva fizetősbe átváltozó verzióban, végül is havonta egész év summára összegződő pénzt fizessünk ki gyakorlatilag öntudatlanul. Hát aki öntudatlanul fizet ki bármekkora összeget, azt én nagyon sajnálom, de kétségtelen, hogy ez a freemium történet, amikor kapsz egy kis beetetés utána megjönnek a, ezt... a fizetéses dolgok, ezt... akkor, de... Figyelj, hogy ez most jó vagy nem jó, hát ismerjük az árnyoldalait, igen. ezek a cégek egész egyszerűen kihasználják azt a, nevezhetjük erről fölénynek? mindegy, minek nevezzük, de kiasználják a nagyságukban el rejlő lehetőségeket, és leuralnak majdnem mindent. És igen, néhány évvel ezelőtt még ez nem volt egyértelmű, és a szak szakértők is megosztottak voltak azzal kapcsolatosan, hogy a bankvilágban milyen szinten és milyen gyorsan tudnak megérkezni. Ahogy a mobil fizetésre átvették a hatalmat, ahogy a magyar bankok, akik fejlesztettek is, most visszavonják, és azt mondják, hogy jó, akkor lesz nekünk Google Pay. Apple Pay. Ez azt mutatja, hogy itt én azt gondolom, hogy ez nem erőfölény kérdése, hanem egész egyszerűen az internet megjelenésével mi elkönyveltük azt, hogy az interneten van, vagy ami online az ingyen, az és ingyen, nem jár te. nekünk. Nem mindenek az alapja, igen. Tehát ugye sokan hőbörögnek azért, hogyha, hogyha sajtótermékek, portálok pénzt kérnek például az írásaikért. Tehát senki, a kutyát nem érdekel, hogy milyen munka és mennyi, mekkora teljesítmény és mekkora erőfölény. Tök természetes volt, hogy a, a print az pénzért volt, az, az, meg internet kinyitom meg és, és, olvasgatom. Igen. Tehát ez nem tudom, hogy ez szunnyogás, nem tudom, hogy, hogy, hogy öntudatlanság, meg, meg nem tudom én, milyen, milyen, csalás, meg a zsebünkre való. De nézd, irgalmatlan hatalmat kaptak ezek a cégek, és az emberiség adta a kezükbe ezt a hatalmat, ez kétség. Az meg a másik. De ebből most már nem lehet kijönni. Igen. Vagy hát nem tudom, hogy lehet kijönni, meg, meg egyáltalán, hogy igen, hogy lehet őket kordába tartani. Hát figyelj, ezt nem mi fogjuk megfejteni, ez egy nagyon érdekes kérdés. Az biztos, hogy erre a piacra jöttek, láttak, győztek. És itt vannak. Hm? Jó, azt mondja, ja, igen, van még azt, hogy a sziasztok a szakértő telefonos NFT fizetés esetén is érintésről beszél, miért Raj, kontakt lesz. Nem érintünk, közelítünk. Jó, erről beszéltünk, igen, 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 de látszólag érintünk. Azt mondja, hogy a legjobb, hogy telefon se kell, okosóra kell, csak nálam legyen, azzal is ugyanúgy lehet fizetni, írja rajta, és igen, ez, ez Meg is eg egészen elképesztő, hogy meg... el tudok menni egy tényleg egy tizen sok kilométeres futásra, úgyhogy közben megszomjazom, és akkor így, vettem egy üdítőt ja, a boltba, ja, ja. csak ott karóra kész, meg igen, nagyon kényelmes. Na jó, hát nagyjából szerintem feldolgoztuk az üzeneteket.